Sziasztok, Bíró Balázs Drang vagyok. Ez itt az eSport Milla bejelentkezése a bukaresti Comic Conról és innen az első launchból. És elcsíptünk egy magyar arcot, egy ismerős arcot, akit mindannyian ismertek. Fontos, Dániel alias Arvil itt van velünk. Szervusz Arvil, mi életben vagy itt a Comic Conon, az ESL-ben? Szia Drang, nagyon szépen köszönöm egyrészt a meghívást ide az ESL Lounge-ba. Én igazság szerint csak teljesen véletlenszerűen vagyok jelenleg itt Bukarestben, ugyanis munkám során jutottam ide. A többi rajatos, akik jelenleg a helyszínen vannak, ők mind kifejezetten a Comic Conra utaztak ide. Én pedig miután itt voltam és kiderült, hogy pont ezen a hétvégén van, úgy gondoltam, mi lenne, ha én is kilátogatnék. És utána jött az ötlet, hogy mi lenne, ha esetleg megpróbálnék csatlakozni a csapathoz is, hiszen plusz egy kaster soha sem árt, én úgy gondolom. Ez egy szerencsés együttállás volt akkor. Nem tudom, hogy tudod-e Arvil, de ez egyik legnépszerűbb posztunk volt a Millán annó, amikor téged felvettek Dublinba. Mesélj nekünk egy kicsit, hogy milyen az élet Dublinba. Sokan kérdezhetik, gondolom, tőled. Maga az életmódváltás volt hatalmas. Fura volt hozzászokni, hogy a dublini emberek nem sietnek, és szerintem maga az a fogalom, hogy késés ottkin nem is létezik. Tényleg fura azt tapasztalni, hogy nem számít, hogy milyen lassan sétál az ember az utcán, föltart-e valakit, vagy a boltban apróval fizet, vagy kártyával, senki nem forgatja a szemét, senki nem bánja, ha esetleg megvárakoztatják, és általánosságban elmondható, hogy annyira kedvesek az emberek odakint, hogy annak ellenére, hogy az ember azt hinné, hogy a kicsit borús ég, meg a gyakori eső miatt olyan szomorkás a hangulat, ez egyáltalán nem igaz. És miután az ember hozzászokik ahhoz, hogy bármikor átcsaphat a hóesés, jégesőbe, napsütésbe és vissza, 10 perc leforgása alatt, ha ezen túlteszi magát az ember, szerintem nagyon lehet élvezni Dublint. Ennek örülök egyébként, hogy ilyen jól be tudtál illeszkedni, és hát láttam is rajtad, hogy jól megemberesedtél. Egy kicsit mesélj nekünk a munkádról, hogy mivel is foglalkozol egész pontosan. Én felelek a magyar játékos támogatásért. Ez többségében azt foglalja magába, hogy én vagyok úgymond a csapatkapitány a magyar játékos támogatásban. Bármikor, amikor új tartalom, új esemény vagy event, akármi érkezik a LOL-ban, akkor az én feladatom elsősorban, hogy a csapat teljesen föl legyen készülve. Megpróbálunk előre gondolkodva számolni azzal, hogy milyen kérdések merülhetnek föl a játékosoktól a különböző tartalmakkal kapcsolatban, illetve a különböző tréningeket, amivel fejlesztjük folyamatosan a csapatot, hogy napra készek legyenek, akármilyen problémával is szembesülünk a játékosok által, egyből tudja mindenki a választ. A rendszeres közvetítés magyarul az nagyon-nagyon hiányzik. Régebben ugye próbálkoztunk azzal, hogy esetleg Skype-on vagy Teamspeak-en keresztül közvetítsük a dolgokat, de miután a magyar közvetítés egy már magasabb szintre lépett, és ugye saját stúdióból tudják helyszínről, ez az opció már nem igazán működik, de nagyon nagy örömmel látom, hogy folyamatosan fejlődnek a srácok, egyre népszerűbb továbbra is a League of Legends Magyarországon, és ez nem csak a nézőszámokban látszik meg, hanem tényleg annyival másabb volt egy magyar játékos, aki ellátogatott egy rendezvényre mondjuk 2 évvel ezelőtt, mint most. Sokkal bátrabban mernek odalépni, kérdezni, beszélgetésbe elegyedni, és hozzászoktak ahhoz, hogy rendszeresen ott vannak nem csak a riotosok, hanem a közvetítők is, és tényleg mindenki olyan teljesen ember, olyan szempontból, hogy oda lehet hozzá menni, és bármikor el lehet tölteni akár fél órát is valakinek a társaságában egy olyan rendezvényen, ahol amúgy rohangálnia kéne jobbra-balra. És milyennek látszik onnan Dublinban a magyar e-sport, a magyar League of Legends e-sport? Én még továbbra is azt látom, hogy továbbra is megvan az a mondjuk játéktípusonként 3-4 top csapat, akik folyamatosan ott vannak az élen és mozognak. Továbbra is az látszik, hogy nem igazán ragadnak meg a játékosok ugyanannál a csapatnál, hanem folyamatosan megy a cserélgetés, a felállásbeli változtatások. Viszont szépen lassan leülepedik az, hogy egy csapat igazából arról szólna, hogy együtt teszik túl magukat a problémákon, és egyre többször lehet szerencsére azt látni, hogy egy rendezvény lefolyta után, még ha egy adott csapat nem is nyerte meg a rendezvényt vagy a bajnokságot, együtt maradnak és együtt dolgoznak azon, hogy legközelebb jobban menjen. Ennek köszönhetően egyre több most már a stabil csapat,
És mivel egyre több példát látnak a játékosok arra, hogy hogyan működik egy csapat, milyen taktikákat használnak, és úgy milyen az életük, én szerintem egyre népszerűbb és egyre csábítóbb maga az is, hogy az úgymond átlagjátékos csapatot keressen, és aktívan részt vegyen az e-sportban. Ez kifejezetten örömteli számomra. Nagyon jól összefoglaltad, szívemből szóltál egyébként. Tényleg a masszív összetartó csapatok hiányoznak, amik együtt tudnak dolgozni, együtt tudják kidolgozni a taktikát, együtt játszanak, masszívan tudnak menetelni. Ezek nagyon fontos dolgok. Egy kérdésem, nem tudom, hogy mennyire műhely titok, vagy mennyire lehet belemenni Riot oldalról. Hogy látod, League of Legends-ben mennyi van még? Mennyi van még ebben a játékban? Mennyi ideig lehet még ez egy top e-sport? Én, ha a személyes véleményt kéne mondjak, akkor én még legalább 4-5 évet látok, amíg a League of Legends tud az élmezőnyben maradni. Folyamatosan fejlődik ugye a játék, hogyha megint csak visszakanyarodunk a nézői adatokhoz, egyre több ember csábít be, és akármilyen rendezvénnyel vetjük össze, hogyha azt nézzük, hogy milyen felkészüléssel és milyen rendszerességgel vannak League of Legends közvetítések, én szerintem most tartunk nagyjából ott, hogyha összevetjük mondjuk egy futball közvetítéssel, vagy egy NBA közvetítéssel, akkor ugyanazokat az elemeket megtalálja az ember az e-sport közvetítésben is. Ugyanúgy van egy analyst desk, ugyanúgy vannak külön közvetítők, akik csak a meccset viszik, ugyanúgy megvannak a meccs előtti szegmens, és interjúk a játékosokkal, és tényleg az egészet, ha párba rakjuk, akkor most jutottunk el arra a pontra, hogy élmény szempontjából már nem tud annyival többet nyújtani, mondjuk egy NBA mérkőzés, mint egy League of Legends közvetítés. És innen a következő lépés szerintem már csak azon múlik, hogyha ugyanennyire érdekli továbbra is a játékosokat, akkor el lehet kezdeni kreatívan gondolkodni, hogy most már van egy teljesen jól működő formátum, hova lehet ebből tovább lépni. Lehet-e mondjuk beemelni játékosokat, hogy ott legyenek az interjúk során, vagy akármilyen úton, módon, de még személyesebbé tenni a közvetítést. Hogy látott te, mint aki régen is közvetítő volt, illetve benne mozgott ebben az egész kasztari világban, azt a tendenciát, amit most láthatunk, az ESL TV, az MLG TV, felrepettek hírek, hogy az ESPN és a Riot tárgyal arról már, hogy akár a jogokat 500 millió mindenféle komoly összegek repkedtek itt, hogy ilyen komoly érdeklődés mutatkozik a mainstream média, illetve a TV irányából az e-sport. Te hogy látod ezt az egész folyamatot? Én úgy gondolom, hogy a TV-ben való megjelenés lehet majd az egyik következő lépés. Egyelőre biztos, hogy nem tartunk azon a ponton. Ugye felreppent mindenféle hír, de ezekre, hogy ezeken elgondolkodott volna a Riot, ez egyelőre nem igaz. Biztos, hogy még pár év el fog telni, mire a tévében aktívan fognak menni a közvetítések. Én szerintem az egész mögött az áll lényegében, hogy ahogy elindult ez az egész, ez továbbra is a játékosoknak szól. És megint csak egy személyes vélemény, de szerintem a tévénézésnek az ideje az szépen lassan hanyatlóban van. Ahogy az újabb és újabb generáció sokkal hamarabb odaszokik a számítógép elé, az internet lehetőségei miatt sokkal szívesebben marad egy helyben az ember, és néz meg online valamit, mint hogy átsétáljon egy másik szobába mondjuk a tévéhez és bekapcsolja. És szerintem ennek következtében, hogyha valaki... Már volt rá példa, ugye, hogy többen néztek egy online adást, mint mondjuk egy tévéadást, a hasonlóan népszerű sportból. Én úgy gondolom, hogy ez a tendencia továbbra is igaz lesz, sőt, ahogy nő fel az újabb generáció, egyre igazabb lesz, hogy online jóval több embert el lehet érni, ha más nem amiatt, mert nincsenek reklámok, mint ahogy a tévé tud most hozzászólni a fiatalokhoz. Hát előbb-utóbb sajnos a reklámok azért be fognak szivárogni minden téren. Én úgy gondolnám, hogy a reklámokkal kapcsolatban azért lehet csak megint jobb, vagy azért lehet előnyben az online rész, mert annyival célzottabb a közönség, hogy mondjuk aki szeretne egy League of Legends vagy Cségó közvetítést megnézni, az mondjuk nem fog mosópor vagy mosószer reklámot látni az interneten. Lehet, hogy ugyanannyira nem érdekli mondjuk egy egérnek a beharangozója, de az legalább témába vágó. Holott, ha az ember leül megnézni mondjuk egy Terminátor filmet, lehet, hogy két szünet között patkányírtó, meg mit tudom én, kokkolinó reklámok mennek jobbra-balra, és az teljesen kizökkenti az embert a hangulatból. Ez nagyon is igaz, és sokkal személyre szabhatóbb egyébként valóban a reklámozás. Hát, köszönöm szépen egyébként, hogy itt rendelkezésünkre álltál, és sok sikert kívánok a továbbiakban, a Dublinban, mind a rájöttek mindeket. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további kellemes napot. Neked is. Szervusz.